De most ki nézi meg, hogy jó. Nem jó, állja. Nagyon jó. Nem. Az a lényeg, hogy benne van. Ha figyelj, ha ő benne van, meg én, akkor te már biztos benne vagy. Így van. Ne. Közre zárunk, ne aggódja. Közre zártél. Na, igen, akkor. Beköszönjük. Háromra. Egy, két, hát. Sziasztok! Ja, nem így? Ezt te sem gondolod komolyan. De azt úgy kell. Az úgy profi. Mi? Sziasztok! Egy-két, hát sziasztok! Ciao. Nem. Szevasztok, gyerekek! Kedves rádió néző gyerekek! Sziasztok, mi vagyunk a New Snake Revival zenekar. Várjál, már kicsit még igazgatom magam. Tibi még itt fészkelődik. Így van. Fölveszi a Jabba pozíciót. Kezd előre. Oda kell a lencsébe nézni. Várjál már kicsit. De nézd rám! Szóval... Hát vársak az. Sziasztok, mi vagyunk a New Snake Revival zenekar, új kígyósról. Egy éve adtuk ki az Absinthe című első nagylemezünket, amin 10 dal található. Ezek közül 2 feldolgoztunk, illetve egy harmadikat az első vörös és fekete EP-nkről. Snitt. Tibi, beszélj nekünk légy szíves a félelem keletkezéséről. Még egyszer? Én mozogtam. Ez a legnehezebb. Nem a számukkal volt a baj, mert nem szoktuk pofázni, ugye? Így van. Tibi, beszélj légy szíves nekünk a félelem keletkezéséről, hogy hogyan írtuk ezt a dalt. Azt tudom, hogy ezt a dalt akkor írtuk még, mielőtt elkezdtük volna a nagy lemezt, és ezt egy különálló számként kezeltük, és erről csináltunk is egy 3 részes vlog videót, ami fent van amúgy a YouTube csatornán. Mit meséljek róla? Hát, te írtad az intrót. Én írtam az intrót. Azt a C hangot. De, tényleg én írtam az intrót? Nem, a témát vettük ketté. A témát hoztad te, és azt vettük ketté. És én játszottam a basszus, te meg a többi részét. Ja, hát de azt ő írta az egészet, nem? Hát, azt mondom. Hát, akkor meg. Aztán hozzá, szerintem akkor a behez a részt azt már, vagy a refrén részt. Én mindent részt. Minden más mindent. Azt már te. Tudom, mit akarok mondani ezzel kapcsolatban. Tehát ezzel a számmal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy ez volt szerintem az a szám, amiben mind a hárman közösen egyformán beleraktuk a saját ízlésvilágunkat. Mind dallamvilágba, mind hangszeres részbe is, mert mindenkinek benne van a saját ötlete bizonyos részeknél. És szerintem ezért lett ez a legkomplexebb az albumról. Így van. Hát én körülbelül ennyit fogok megszállni. Sziasztok! Szöveg, nem, most szóljon a félelem! Csak ennyit, hogy... Ja, ja. Most... Tudod, Laci megszól, és így... Várj! Így. Faszom. Igen, ennek a szövegét is együtt írtuk. Én úgy emlékszem. Hát a nagy vonalakban hoztam a mondani való, de... Ja, tényleg. Ki lett? Tényleg. Ja, igen, pótolva, igen, ugye. Igen. Nagyon jó a memóriátok. Mert az izét is úgy csináltuk a választ is. Így van. Hát nagyjából sok mindegyiket. Hát nem mindegyiket, mert valami készen jött egyből. Tehát hát voltak kész ötletek, de ez maximálisan akkor közös. Ez ott született, azt tudom, hogy ez akkor úgy volt, hogy ott azt elkezdtük ott játszani, és akkor mit kéne, hogy jöjjön tovább a nóta, és akkor ott született úgy nagyjából az egész rész. Szerintem csak a bridge szóló része az még akkor nem ment. Igen, az még majd később jött.
De ugye a nagy vonalakban szerintem ott az egész. Hát úgy, mint az Echo. Végül is az is ott valahogy úgy készült. Az egy improvizálásból lett amúgy. Igen, de akkor is úgy, hogy azt, hogy csináltok azt akkor abból, de végül is, hát az is utólag lett. Ne kezdtem játszani. Jegyezd meg, jó volt. Ja, mert. Ment is egyből a felvétel. Na de, ugye ezt akusztikus formában dolgoztuk át. Már ez most ez divat, vagy nem tudom. Meg jól is szól, igazság szerint. Szerintem ezt is azonnal rá találtunk erre a hangzásra is, hogy ezt hogy kéne eljátszani így. És szerintem jó lett. Hallgassuk meg! Nincsen többé értelem, mert elfogyott az a kényelem. Nem maradt más a rettegés, a félelem, az utolsó csepp az életem. Megvolt, nem? Másnaposan megvolt, igen. Szöveget? Igen. De nem az a
Az nem az volt. Az nem. Nem, az a másik volt. A Blue. A nem. Blue My Tears volt. Ezt nem, nem én nem mondom, hogy ez honnan. Hát azt is volt. Azt is részt. Nem, a tekert ki volt. Azt dolgoztuk át, tudod, az a tekert ki, igen, mert ez kurva szar volt. Igen. Aztán a zenei része jó volt, a szöveget kellett átírni. Igen. Igen? Hourglass. Mondd el, hogy született a dal. Igen, de jó, szerző. De miért megint én beszéljük? Hát mert te találtad ki. De akkor az előző nem kell, nem nekem kell. Mindegy, majd Laci majd szenved a harmadika. Szóval, ja, amit én írtam, az se írtam. Én csak annyit teszek hozzá, hogy jó, oké, de hát mind a hármat én dolgoztam át. A gitár. Hallgatható formában igazából, tudod? Hallgatható formában rendezte? Igen? Hourglass. Hourglass. Volt egy jól lehangolt gitárod. Így van, igazából ezt a számot még annó, hiszen 16 éves voltam, amikor elővettük még egy régi volt zenekarra, ahol gitároztam, meg hát próbáltam énekelni. Próbáltam. Aztán az úgy feledésbe is merült, tehát az valahogy így elveszni látszott a sülyeztőbe, csak ott néha-néha, amikor elővettem a gitárt, úgy mindig vernyákoltam, meg pengettem azt a vackot, és hát gondoltam, be kéne dobni közösbe. Kicsit, nem kicsit, inkább mondom úgy, hogy át lett azért variálva bőven, és abból a variálásból egy még jobban átvariált akusztikus verzió született. Teljesen más pengetési rendel, és stílusilag is. És ebből kifolyólag szerintem sokkal, sokkal másabb és érdekesebb lett. Hallgassátok meg! Did my mind play me a trick? Did my eyes get so sick? I'm a tie to this planet's cat. I'm searching for a throat to clutch. It's been burned by the past. It's bleeding even last. For more than a minute of time, I'm forever.
Az a kemény két percben, de jó volt. Pedig még hely is van rajta. Igen? Még ezt felvetjük bármikor ezt a izét. Ennyit adtad? Szomorú vagyok, meg mérges. Hát ez olyan lesz, mint a tribute, hogy ez nem az. Igen, veszed? Veszem. Szóval a technika közbeszólt. A világ legjobb konferenciét mondtuk el az elmúlt fél órában itt magunknak. Úgy volt, hogy veszett telefon, de nem vette. Úgyhogy... sziasztok, mi vagyunk a New Snake Revival. Harmadik számunk a borderline. Ez egy betegség. Egy mentális betegség. Ez egyik ismerősöm készült az ápolói vizsgájára. És mutatta a könyvben ennek a betegségnek a leírását, tüneteit. És megkérdezte, hogy ebből én tudnék-e szöveget írni, vagy akár egy dalt. És hát ezt hallhatjátok. Ugye a mentális betegséget sokan nem kezelik helyén, inkább úgy tesznek vele, mintha nem lenne, holott komoly problémákat okoz. Főleg, hogyha nincsen elismerve vagy felismerve. Lát engem. Igen. Úgyhogy ez a dal, ez az album verzión is egy elég sötét hangvételű és keszekusza dal, úgymond, de ebben az akusztikus formában talán még jobban sikerült összekuszálni. De hát ez a lényege. Beleláthatunk egy beteg ember fejébe. Hallgassátok.
kaotikus rítust jár életem. Provokatív arcot vív, önpusztító lélek sugár. Érthetetlen teória vetített valóságok törvényei, kihasználó lélekmaz és orgia. Orgia, mikor a minden mindegy, mikor a szíved nincsen ritmusban önmagaddal, mikor mindegy, mikor minden mindegy, mikor sziasztok! Hát most... De így, úgy, egy-két... Hát itt a pandémiáról még beszélni tényleg, hogy amióta bejött ez... Te mondtad az előbb is, igen, ezt mondtad. Ja, igen, tényleg. Pandémiás lúk. Ja, jövőről, tényleg. És akkor utána sziasztok, vagy valami is. Vagy nem sziasztok, hanem valami, mit tudom én. Beszéltük. Belül legyen veletek. Először is... Sárga görge, börge, höbre. Mit tetted a tétetére a távirányítót? Szintelmatikus fogszerkezetek nem mennek. Sex appeal. Nem mennek a füstorgós szával. Szeszeszital. Na, nem kezdődik. Mit akartam? A jövőre. Koncertek. Először is. Na, de már a passzol van már. Mondjad Tibike, hogy nem is akarom tudni. Ez a nyuszi. Elindítottad a nyuszi. Nyuszi. Ne basszál fel! Egyelőre csak te kurtad el mindig. Nyuszi szex. Na. Először is szeretnénk meg... Nem, azt nem először is, azt nem. Azt ne erőltesd. Ne először is, hanem valami más. Nem, amúgy azt akarom, hogy először is. Köszönjük szépen első nektek. Hoppá! Várjál be, abba is be lehet menni. Szóval. Tehát, hogy elsősorban köszönjük nektek, hogy meghallgattátok és megnéztétek ezt a kis válogatást. És köszönjük szépen az eddigi hallgatásokat, eddigi támogatásokat.
remélhetőleg mi hamarabb. Én nem oda mondom. Nem tudom. Nem tudom. Ha! Ez sikerül. Mit mondtam, mi volt az első sor? Az úgy jó volt, csak azért. Elsősorban szeretnénk megtek meg. Megtek, megtek! Ebből lehetne csinálni egy ilyen sorozatot, tudni ja, végig. Sőt, utalálkozás. Na. De ne rögjél már, nagyon koncentrálok. Fejbe próbálom összeszedni, mit akarok mondani. Ja, jó. Elsősorban szeretnénk megköszönni nektek. Mondjam. Ja, én azt hittem folytatod, azt megnyugodtam. Én is azt hittem, hogy... Jó. Hát csak így kell át szellemülni hirtelen. Látszik, hogy izod a tenyérem jó volt. Na. Sziasztok. Sziasztok.